Szeretettel köszöntöm tisztelt nézőinket a Lólépésben magazin 2017. augusztusi adásában. Mint már sok éve, változatlanul Gonyert Szoltán műsorvezető vagyok, mellettem ül állandó sok éves műsorvezető társam, Varga Péter, nagymester, nemzetközi mester. Én is mindenkit üdvözlök. Az előző adásunkban a nyírségi tornát uh, mutattuk be a tisztelt nézőknek, meséltünk a verseny történelméről, céljáról, arról, hogy nem csak minőségben az ország egyik ö, nagy sakfesztiválja, hanem ö, az ifjúsági sakkozóknak a, a versenyzési lehetőségét is biztosítja, hiszen a mezőnynek minden évben legalább a fele ifjúsági sakkozó. Megemlékeztünk arról, hogy a versenyen az ifjúságiak mindig. Ö, feltűnést keltenek, ha nem is minden ifjúság is de mindig akad egy-két olyan tehetség, aki később igazi nagy menővé válik. Az előző adásunkban azt mutattuk be, hogy a fiatal, tizenéves Bokros Albert, későbbi erős nemzetközi mester, aki profiskodik például a németországi Bundesligában is. Ö, ö, hogyan tudta 22 lépésben szemedgyönyörkötetően szétverni a rendkívül erős és rendkívül tapasztalt ö, Yuri Dovzsik, ukrán nemzetközi mestert. A nyírségi tornán nem csupán a fiatalok feltűnésének vagyunk a szemtanúi, hanem az is előfordul nem egyszer, hogy a tudás, a tapasztalat, a, a mesteri ö, rutin, a mesteri alkotó fantázia zavarba tudja hozni a fiatalságot, és bizony a fiatalok is nem egyszer elvéreznek a küzdelemben. Egy ilyen partit ö, szeretnénk Péter nagymesterrel bemutatni. A partiban egy másik ö, ukrán nemzetközi mester, Magyarországon is rendkívül sokat versenyző, Viktor Janov nemzetközi mester vezeti a világos figurákat, még sötéttel egy fiatal mesterjelölt, egy ifjúsági mesterjelölt, a lengyel Galamba Stanislav kísérel meg ellenállni, Janov mester vezette fehér haderőnek. A parti a, és lépéseinek, és ötleteinek a bemutatására Péter nagymestert szeretném felkérni, hiszen ő sokkal jobban ért a sakhoz, mint bárki más az ország ezen részében. Hát én mindenképp köszönöm itt a felkérést, és szeretném ezt a parti bemutatni, ami azért érdekes, mert nagyon tanulságos játszma, hogy hogyan kell aktívan, aktív tisztjátékkal, ugye megbontani a fekete haderőt, és egy különleges lépéssel is fogunk találkozni már a második lépésben, úgyhogy ezért választottuk ezt a partit. Tehát világossal játszott ugye Janó Viktor, aki tényleg nagyon sokat játszik Magyarországon, rendszeresen 4-5-6 versenyen szokott játszani, úgyhogy és a kedvenc nyitását alkalmazta, a C4-jel kezdett, amire C6 következett, és itt egy meglepő lépést találhat, találkozhatunk, ugye C6 után. Ugye itt rendszerint 20 F3, D4, 20 C3, sok minden lépés van G3, és vezér A4-et találta ki fehér. Ugye ami idézőben azért fura lépés, tehát nem fogja megdönteni ezt a változatot, de ugye akik szeretik d 5 -e játszani a, ezt a szerkezetet, és hogyha leütnek, ugye az C-gyaloggal visszaüt, Nék, ugye azzal a, erősítenék a centrumot, azzal a C gyaloggal. Itt most ezt nem teheti meg, mert ugye ha D5-öt lépne fekete, akkor az a C6 gyalogot kötésben lenne. Hát Tehát d 5 és csak lehet D5-re visszaütni. Igen. És, és a, mi ebben a nehézség a sötét állás számára? Talán az inkább, hogy ugye hogy a megszokottól eltérő állást kell játszani. Egyszerűen úgy nekem is játszotta ezt a ezt a, a C4-C6 vezér a négyet, tehát én is találkoztam már ezzel a lépéssel, és nem tudja fekete azt a, azt a játék stílust alkalmazni, amit ugye d után tudna játszani. Tehát ez az, ez az egyetlen előnye ennek a lépésnek, amúgy idéző ebben, tehát, tehát nagyon gyorsan kívülünk a vezérrel, de objektíve a D5-öt megakadályozok, és egy olyan játék szerkezetbe próbálom meg belekényszeríni feketét, amiben ugye nincs otthon nem jártas fekete, és ezt mondjuk a parti gyorsasága is mutatta, hogy ez egy nagyon jó. Nekem amúgy nagy nehezen sikerült ö, döntetlennel ö, befejeznem a Janov partimat, de de nem volt egy egyszerű játék. Egyébként, ugye, hogyha most D5-öt húzna sötét, akkor C4 D5 vezérű D5, 23 C3 mal tempóval űznél a vezért, és Igen. ebben az esetben azt hiszem, hogy a világos mező, a világos futót a világosnak G2-re célszerű fejleszteni. Ott sok minden van, lehet G3 futó G2-vel is, de azonnal megkaphatom a centrumot D4 4 is, és a futót esetleg E2-re, C4-re, de, de ott hirtelen Ugye C6-on ragadt a gyalog, és ugye nincs, tehát elkerült a centrumból egy fekete gyalog, és fehér azt elég szépen ugye a tempóval is elzavarja. A passzíválásba kerülségét nem igen. tud igazából ellent tervet szőni, ellentámadást vezetni. Végül is hasonló lett azzal a különbséggel, hogy lépett egy e 6 fekete. Igen. Valószínűleg E5 is jó lépés, Huszárafat is jó lépés, tehát bármelyik jobb lépés lett volna, E4 következett. Itt talán még mindig inkább 20 f6, abban mondjuk arra e5 lehet, hogy erős lépés is valahogy nincs olyan jó helye a 20-nak. Itt most d5-tel megnyitott a fekete, amire e 5 d5 jött, visszaütött az e gyaloggal a fekete, ugye megérkezett c5-i d5, c gyaloggal leütötte a d5 gyalogot, amire vezérüti d5-tel fekete, ugye csak vezére üthetett, és amiről beszéltünk 20 c3-mal, azonnal ugye ezt a fekete vezért e, ugye elkezdte űzni. És ugye azt kell látni, hogy most vezér e sakka, még inkább d 8 ra kellett volna itt is visszavinni ezt a vezért, vagy akár D6-ra. Ugye vezér csak, egy újabb tempóba fog belemenni fekete. Ugye vezér csak amire futó L2 következik. Tehát kikényszerítette a világos könnyű tisztek fejlődését. És a 20 F3 ugye egy újabb tempót fog eredményezni, tehát hogyha így nézzük, a vezérre már lépek, hármat kell lépnem, és ez alatt a három alatt a fehér a három könnyű tisztével fejlődött ki a két huszárral és az egyik futójával. Ugye 20 f 6 folytatta fekete, ugye ő is fejlődik egyel, 20 f 3 mal világos ugye megtámadta a vezért, vezért C7 következett, amire d 4 ugye ott megnyitotta a másik futójának az átlóját. És akkor itt nézzük meg, hogy világosnak három könnyű tisztje is a vezére, fejlődött ki sötétnek egy könnyű tisztje is a vezére, tehát fejlődési előny kapott, világos. Persze sötét én azt gondolom, hogy megpróbálhat rájátszani a D4 gyalogra, de az a fejlődésbeli előny az, az meg kell, hogy mutatkozzon. Hát most ugye futó e7-tel fejlődött fekete, logikus lépés, huszár előtt el jött fehér. Ugye ennek az az értelme, hogy futót F4-re akarja kihelyezni, és akkor ugye ott felfedéses egy felfedéses kombinációk motivációt, felérette. vagy motívumba belerakni azt a C7 vezért. Úgyhogy itt ezért most nem sáncolt fekete, pedig valószínűleg az lett volna a legjobb lépés, vagy futó e6-tal kifejlődni. Huszár bd7 következett, ami szerintem úgy gondolom, hogy, hogy viszonylag hiba, mert a c8 futóját egy kicsit bent hagyja. Erre ugye a következett futó f4, és ugye vezér b6 után, ugye most kiment ebből a felfedésből huszár g6 fenyeget. Nem lett volna jobb esetleg vezér d8? Hát vezér d8 is jobb lett volna. Ugye vezér b6 az azért volt rossz, ugye nagyon megpróbált rájátszani a vezér cserére, Ugye vezér B6 következett, vezér D8 is persze jobb, és utána sáncolás is. Ugye oroszabbul áll fekete, de az egy teljesen játszható állás lett volna. Mert amúgy is itt a huszárnak lenne a helye B6-on, és utána az a B6 huszár ugye D5 felé, a centrum Igen. felé e, kellett volna irányítani. Tehát az izolágyalog előtti mezőt meg kell szállni könnyű tisztekkel, hogy az izolágyaloggal előrelépni, robbantani sosem lehessen. Igen. Most viszont ugye tempót adományoz világos... Nak, ezzel a vezér b lépéssel. Nagyon nehéz, jó, ugye 20 c 4 következett, ez egy nagyon erős lépés. Ugye valószínűleg vezér d 8 al vissza kellett volna vinni a lovat, vagy a vezért, amire ugye 20 ral lóval benyargalászunk D6-ra, csak amit futóüti D6, futóüti D6 következne, és nagyon nehéz állásba kerül. Középen a, a sötét, sötét király. Király. D8-on a vezér, tehát, tehát ö, ott már a középhereket királyjelem, mat kombinációkat Igen. szövegethet az egyébként pozíció stílusú ö, Janov nemzetközi mester. Hát ezért jött itt ugye vezér B4. Szeretne vezért cserélni. De hát ugye Fehér természetesen, ha jobban áll, ugye nem cserél vezért, hanem inkább megpróbálja elfogni, azt vezér C2-vel visszahúzta, és gyakorlatilag be is fejeződött a parti. Ugye A3 fenyeget, és nem nagyon tudja a vezérét elvinni fekete. Tehát, Tehát a, lengyel nincs nemzet, jó helye. a, lengyel nemzet, jó lengyel most értette meg, hogy a következő lépésben el, kivéthetetlenül elveszíti a vezérét, és 13 lépés után kezet nyújtott a, az hát a igen. mesternek. Talán futó F8 lenne, de hát az is olyan, hogy ott is A3-at lépek. Uh, fut vezére 7, Huszár D6-sak, tehát gyakorlatilag azonnal igen, de Futó F8 A3, vezére 7, Huszár D6, hát... Vagy futó D6 is jónak tűnhet ott. Tehát, tehát, nagyon erős, tehát gyakorlatilag egyenlő a feladásra, úgyhogy ezért itt nem próbált meg itt tovább szenvedni fekete, hanem itt feladta. Tehát konkrétan, ha a futóval d 8 ra menne, akkor viszont futó D6-tal, vagy akár 20 D6-tal is, de futó, D6 az még erősebb lenne, fogva. és akkor az, az, ott végezne. Tehát ebben a helyzetben én úgy gondolom, tehát, hogy a fekete ugye annyira más szerkezetet játszott, mint amit szokott, tehát ugye nem tudta azt játszani, ugye D5-tel, amit, amit, szokott, hogy egész egyszerűen 13 lépésben, tehát egy gyakorlatilag vesztett állásba került, és ugye ha megnézzük, hogy hányat lépett a vezérrel, ugye D5, E5, C7, B6, B4, 5 -öt lépett vele, a tizenkét lépésből. Hát igen, a fekete 12 lépéséből, és utána mindjárt fogói lett ez a fekete vezér. Tehát ez a parti azt hiszem, azt mutatja meg nekünk, hogy milyen a nemzetközi mesterek boszorkánykonyhája. Váratlan lépésekkel, nem igazán ismert ötletekkel lepik meg a fiatal, tapasztalatlan mesterjelölteket, akik ha nem tudják a megfelelő reakciót, a megfelelő ellentervet, akkor nagyon hamar vesztett állásba kerülnek. Az biztos. Visszatérnék, hogy futó F8-ra lehet, hogy még az is van, hogy futó d lépek azonnal, amit le kell ütni a futóval, és A3 után ismételten fogolja az a vezér, és hova nem tud menni. Tehát én úgy gondolom, hogy ott még lehet, hogy még az is. Hát Tehát a vezérvesztés tényleg, is elkerülhetetlen. A vezérvesztés tényleg elkerülhetetlen ebben a szerkezetben. Janov nemzetközi mester nagyszerű győzelme után én azt hiszem, hogy egy kissé vissza is tekinthetünk a sakk történelem múltjába, és megtekinthetjük, hogy hogyan sakkoztak régen a nagyok. 1851-ben rendezték meg az első olyan sakversenyt a világon, amelyiknek a bajnokát mindenki világbajnoknak ismerte el, tehát 1851-től tekinthetünk ö, a sakkot egy olyan sportágnak, amelyiknek világbajnoka van. Ekkor ugyanis Londonban volt a világkiállítás, és a, az angol sakkozásnak a legjobbja összehívta a világ valamennyi ismert sakmesterét, hogy egy kieséses jellegű versenyen döntsék el a világbajnoki címnek, a verseny győztesének a, so, a, verseny győztesének a, a kilétét. Erre a versenyre én azt hiszem büszkék lehetünk, hogy három magyar sakkozót is meghívtak, akik közül kettő tudta elfogadni a meghívást. Tehát a magyar sakkozás már akkor világszínvonalú volt, és rendkívüli hírnévnek Örvendet. A magyar sakkozók egyébként nagyon jól szerepeltek ezen a versenyen, és a későbbiekben is, noha az nem teljesen közismert. Most azonban ezen verseny résztvevői között, hát nevezhetjük világbajnok jelöltek versenyének is, egy olyan partit szeretnénk bemutatni, illetve Péter nagymester mutatná be, mert én nem értek a sakkozóan töredék szinten sem, mint amit Péter tud. Tehát egy olyan partit szeretnénk bemutatni, amit a későbbi világbajnok nyert meg. A játszó felek egyikesen piskóta, köznyelven szólva, hiszen a világ elismert sakkozói közé számítottak. A világos figurákat Lionel Kizericki francia mester vezeti, aki nem egy megítási változatnak a névadója, főként a királycselben dolgozott ki egy-két változatot Kizericki. Adolf Andersen... Boroszlóim azt hiszen nevezik azt a várost, gimnáziumi, mat, gimnáziumi matematika tanár főállásban. Őt pedig különösebben nem kell bemutatni, hiszen ő a verseny győztese, és igen sokáig még világbajnok is volt. És egy, egy, egy rendkívül taktikus, rendkívüli képzelőerejű sakkozónak bizonyult. Annak a kornak a varázslója, a taktikai zsenie volt Andersen nagymester. Nem is Folytatnám tovább, átadnám Péter nagymesternek a szót, hogy bemutassa Andersen csodálatos játékát. Köszönöm. Még talán egy picit annyit, egy kis kiegészítésként, hogy ugye a sakkozók tartják világbajnoknak természetesen ezeket a játékosokat. Sajnos ugye idézve azt kell, hogy mondjuk, hogy a hivatalos első világbajnoki páros mérkőzés az 1886-ban volt, de... De objektíve, tehát ezek a erős játékosok voltak, hogy a sakkozók, ugye? Tehát ez a verseny volt, ahogy mondtad, elhivatott dönteni, hogy ki a világ legerősebb játékosa. De még nem, tehát ő volt a világ legerősebb játékosa, ezzel, hogy megnyerte ezt a versenyt. Nem hivatalos de, világbajnok. De, de sajnos volt még Anderzen. igen, igen, nem hivatalos világbajnok volt. Tehát ennyi pici hozzáfűzni lett volna, de, de természetesen nagyon jól mondtad, a sakkozók természetesen világbajnoknak vagy a világ legerősebb sakkozójának tekintették, és egy tényleg, ahogy fogalmaztad, varázslónak. Habár itt most nagyon nem kellett ebben a partiban varázsolni, mert világos egy rossz lépésével azonnal e, vesztett állásba került, de egy nagyon érdekes és gyors partit fogunk ismételten látni. Tehát ugye e, világosan játszott Kizericki, feketével volt ugye Andersen, és e, ugye világossa e 4 kezdődött a parti, amire ugye C5-tel folytatta fekete. Erre B3 következett, ugye ez egy mellékváltozat, ugye itt Huszár F3, D4 a főváltozat van, Huszár C3, C3, tehát nagyon-nagyon sok változat van itt. Ez egy teljesen ilyen meglepő, ugye mint az előbb a vezér a négy, az előző Partiban itt a B3 az egy teljesen mellékváltozat, de nem veszélytelen, tehát azt kell tudni róla. Huszár C6-tal folytatta fekete, <kül> masának futó B2-vel világos fejlesztette a futóját, E6-tal fejlődött fekete, a e huszár F3 következett, amire D6, és D4-jel gyakorlatilag belementünk egy teljesen félig nyílt ugye szicíliai védelembe, ugye C D4 következett, Huszár üti D4, amire futó D7-tel fejlődött. Az az értelme, hogyha ugye lejutne C6-ra, akkor azonnal a futó kerüljön C6-ra, és ugye az N4 gyalogot támadja a fekete, és a D5 lépést is minél gyorsabban elősegítse. Futó D3-mal megvédte az N4 gyalogot, fehér, Huszár F6-tal folytatta fekete, elsáncolt fehér, és Hutó héttel ugye, kifejlesztette az utolsó könnyű tisztjét. A, a világbajnok egy rendkívül rugalmas felállást választ, visszafogott centrumot, de az a visszafogott térhátrányos centrum készül majd kirúgni magát. Igen. Huszár D2-vel folytatta. Fehér ugye kifejlődött, elsáncolt fekete, és megérkezett C4. Ez egy teljesen logikus, normális állás, ugye ez D5 ellen van ez a C4 lépés. Fekete ugye huszár E5-tel, így átvezényelt a lovát a királyszárnya. Itt szeg a legjobb lépés vagy futó C2, vagy futó E2 lett volna, amire ugye vezér E2 jött, és úgy gondolom, hogy ez egy picit talán pontatlan lépés, még nem veszít, de vezér E2 után egy kicsit nagyon a 20 F4-be ugrott bele e, fehért, én úgy gondolom, hogy azért ezután elég, elég nehéz és elég rossz állásba került. Tehát ez volt a fő rossz lépés. Valószínűleg Futó A2 vagy Futó C2 sokkal jobb lett volna. De tegyük azt azért hozzá, hogy világos nem teszi rosszul, hogyha a gyalogok mögé bezárt világos mezeű futóját lecseréli az egyik sötét huszárért. Tehát a futópár elvesztése nem okoz gondot, mivel a gyalogszerkezet miatt világosnak a világos mezőkön mozgó futója úgynevezett rossz futó. Igen, igen. De ez még meg is nyílhat, hogyha Hogyha F4-el 5 hát majd Igen, igen. Megnyitja persze az az állás. Két futóval igyekszik igen. oda röngenezni a, a sötét királyállást. Hát vezére 2 következett, ugye amire jött 20G6. Ugye itt biztonságosabb, 20F4-el fenyeget, euh, amit ugye F4-el próbált meg kivédeni fekete, de valószínűleg jobb lett volna. Ez valószínűleg talán már itt rossz lépés. De valószínűleg futó C2 lett volna a legjobb lépés F4 helyett és megvárni, hogy be, beugorjon az a huszár F4-re, mert így most F4-re E5 következett, és gyakorlatilag azonnal euh, nehéz helyzetbe került, mert ugye vagy leüti a gyalogot, vagy ha nem üti le, akkor nem tud úgy elugrani a huszára, hogy az F4 gyalogot én ne üssem le a huszárommal. A be kell F5 előtre. lett volna még esetleg kérdéses, ugye, de hogyha nagyon akarom, ott is tudok huszár F4-et lépni, és akkor ugye leütni a D3 futót, meg a D4 lovat, vagy ugye minőség áldozattal a Básti üti f 4 el ugye ez egy minőséget nyerne. Fehér ezt úgy értékelte, hogy ezt nem akarja beáldozni, inkább leütötte az e gyalogot, amit visszaütött fekete, és ez, hát itt nagyon nehéz jót lépni, ugye C2-re vitte. Talán esetleg a 20 re Hát inkább 20 f lett volna mindenképp erőteljesebb, de arra is ugye futó cél, hogy csak 20 f 4 nagyon erős lépés. Itt már nehéz jót lépni, de ez a 20 c 2 ez még, még kellemetlenebb. Ugye most következett futó c csak, és király h 1 re pedig ugye futó G4, király H1 következett, ugye, amire futó G4 gyakorlatilag azonnal nyer euh, legalább egy minőséget, ugye ha a bástát kellett volna közbehúzni, ugye a D3 a futónak a gyengeségét látjuk most. Tehát a futó G4 lépése támadva van az E2-n álló világos vezér, és a D8 vezér által támadott a D3-on álló világos futó is, és a C5 futó miatt világos nem tudja a huszárt, vagy, vagyis a, a vezérrel mondjuk E3-ról védeni a D3. Futót. Tehát futó g4 következett, és ez gyakorlatilag megnyerte a partit, huszár f3 következett erre, amire huszár f4, ugye egy tipikus kettős támadással a vezért, és a futót támadta meg egyszerre. Amire vezér d2 jött, és huszár üti d3 után, ugye ez gyakorlatilag egyenlő volt a feladással. Sima tisztvesztés. Sima volt. Jó itt kellett hozzá, azért fehérnek ez a bődületes rossz, két-három lépése, de hát ilyen gyorsan is lehet partit nyerni, hogyha valaki az alapelveket nem tartja be. A partét az első nem hivatalos világbajnokságon játszották 1851-ben Londonban, ami egy olyan első nagy világverseny volt, ahová a világ legjobb, elismerten legjobb játékosait hívták meg, köztük három magyar sakkozót is. A meghívottak között volt a világos figurákkal gyönyörű szépen vesztő Lionel Kizericki francia mester, a sötét figurákat pedig maga a későbbi nem hivatalos világbajnok a verseny győztese, Adolf Andersen, német gimnáziumi matematika tanár vezette. Andersen egyébként a verseny megnyerése után szülővárosában ünnepélyes keretek között, hát kis túlzással első Adolf néven sakcsászárra avatták, de Andersen volt olyan szerény, hogy sosem hivatkozott ilyen egyébként talán jól megérdemelt címére. Tisztelt nézőink, remélem tetszett önöknek a 19. század világbajnok jelöltjeinek a küzdelme. Rövid, élénk és parázs, az augusztusi hőséghez illően parázs csatának voltunk a szemtanúi. Sajnos a műsoridő végére értünk, köszönjük megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra. Viszontlátásra.